A Kitakart pszichés sorozat első 4 kötetében mintegy 70 szerző írása szerepel. Minden könyv egy bizonyos tematikával foglalkozik, mint például a szexualitással, mivel az az élet forrása, hangzott el a bemutatón. Ebből megszületik a test, ami a második kötet témája. Valamint olvashatunk az apa-leánygyermek, illetve anya-lánygyermek kapcsolatról is. A női szempont az hiányzott a magyar irodalomból, a kortárs magyar irodalomból, ezért úgy döntöttem, és aztán meghívtam más szerkesztőket és segítőket is, hogy felkutatunk női szerzőket, és egy bizonyos téma mentén megcsináljuk ezt a sorozatot. Horgász Zsuzsa nagyszerűsége és életereje, és valóban az, amit az irodalomban függetlenül a női gender irodalomtól képvisel, az megérdemli a jelenlétet. A szerkesztőnő nem csak az anyaországból, hanem Erdélyből, Kárpátaljáról, Vajdaságból, sőt a tengeren túlról is felkért írókat, művészeket a könyvek fejezeteinek megírására. Ladik Katalin Újvidékről elszármazott művésznő írásaival is találkozhatunk a kötetekben. A nő írja ezeket a dolgokat, van elrejtve néhány férfi szerző is álnév alatt, de valójában a szerzők azok mind nők. Láng Júlia írásai dokumentumszerűek, félig a valóságot tükrözik, félig pedig fikciós történetek. Az apák könyvében az édesapámnak a haláláról írtam, az anyák könyvében pedig egy képzeletbeli afrikai lánynak az anyához való viszonyát. Még 2 kötet megjelentetését tervezik a sorozatban. Ezek a női barátságról és a nővé válásról szólnak. A végleges sorozatban mintegy 100 szerző műve szerepel majd.